A tábort már 20 éve rendszeresen megszervezik. Kezdetben csak a gyerekeknek, de mára már kibővítették, és minden alkalommal elhívnak nagyobb versenyzőket is. A héten Ungvári Miklós, olimpiai ezüstérmes, és Csernovicki Éva, olimpiai bronzérmes cselgáncsozó is a táborban edzett. Külön hívtunk külföldieket partnernak, tehát vannak itt szaúd-arábiaiak, Erdélyből, Nagyváradról jöttek, Csíkszeredáról jöttek dzsúdósok, tehát mondhatni, hogy nemzetközi is a tábor. Nagyon sokan is vagyunk, régen ilyen 50-100 fő között megállt a létszám, most már hál' Istennek 150-nél is többen vannak a táborunkban. Hát a hely miatt, a szűke miatt így is két csoportba kell tartanunk az edzéseket. Az edző bízik abban, hogyha felépül a dzsúdóközpont, még többen vesznek majd részt a táborokban. Cegléd azért viszonylag szeretik, központi helyen van az országban, tehát mindenképpen, és hát a Miki és a többi jó ceglédi versenyző miatt szívesen jönnek ide akár tanulni is az ország másik részéből. Hát úgy gondolom, hogy mindenképpen egy nagyon jó tábor ez, és lehetőség a kicsik számára, hogy a példaképeiket látassák a nagyoknak, meg hogy fölkészüljenek tényleg a év hátralévő versenyre. Két hét múlva már Ungvári Miklós úton lesz Rióba, így a tábori edzésen teljesen az olimpiára összpontosított. Most már próbáljuk felvenni azt a fordulatot, amit majd az olimpia megkövetel tőlünk. Éppen ezért ilyen váltott partneres küzdelmek, főleg a judo és a küzdelmek dominálnak. És tényleg hát azokat a szituációkat, az éles helyzeteket, amiben jó vagyok, azokat próbáljuk begyakorolni, hogy tényleg ne legyenek olyan momentumok, amikor kihagyok egy fél másodperce is, hanem tényleg pillanatra készen ott tudjuk lenni élesen a küzdelmek során. Az olimpiai ezüstérmes cselgáncsozó már nagyon várja a kiutazást és az olimpiát. Bár nem tartja magát a legesélyesebbnek a győzelemre, azt mondta, hogy teljes erőbedobással fog küzdeni, hogy a legjobban teljesítsen.